először sziasztok, biztos nehéz volt az reggel. Közös megbeszéléssel kezdődött a Fátum Nyíregyháza felkészülése a következő szezonra. Az idénynek 14 játékossal vág neki az együttes. A keret a nyáron nem nagy változáson ment keresztül, a tavalyi bronzérmes mag együtt maradt. Lejtgeb, Noémi, Andrejkovics Alexandra és Sitku Tamara személyében mindössze hárman távoztak a csapattól. A mostani megbeszélésen azonban új arcok is feltűntek, akik erősítés gyanánt érkeztek. Tatjana Matic Békés Csabáról, Szanya Kalicanin a szerb Starapazovából, Kotor Máréka a Vasasból csatlakozott a csapathoz, Szilágyi Lilla pedig az utánpótlásból került a felnőttekhez. Sikerült úgy erősítenünk, hogy akár posztokra is egy kicsit több variálási lehetőségünk van, mint a tavalyi szezonban. Mivel nagyon sok mérkőzésünk lesz ebben az idényben, így ennek megfelelően próbáltunk minden posztra egy kicsit erősíteni, lehessen rotálni a csapatot. A lányokra valóban sok mérkőzés vár, ugyanis négy fronton is helyt kell állniuk a következő idényben. A Magyar Bajnokság és a Kupa mellett a MEBZA Ligában és a CEF Kupában is indul az együttes. A csapat pedig komoly célokat tűzött ki, a következő szezonban szeretnének még a tavalyinál is jobb eredményeket elérni. Én azt gondolom és azt hiszem, hogy ezzel az együttessel kitűzhetjük azt a célt, hogy a bajnoki döntőbe kerüljünk. Na most ezt nagyon könnyű kimondani, de egy órási küzdelem lesz, nagyon erős a bajnokság új rendszerben. Extra liga lesz, két hatos csoportba kezdünk, és a két hatos csoportnak az első három helyezettje jut föl az úgynevezett extra ligába, és akkor ez a hat csapat küzd majd a négy közijutásért, majd a dobogós helyekért. Egy hosszú út áll előttünk, a bajnokság a legfontosabb, ott még egyszer mondom, a döntőbe jutást tűztük ki célul. A szezonra éppen ezért keményen készül a csapat. Elsőként a szokásos általános felméréssel kezdtek a lányok. A következőkben pedig az edzéseken kívül felkészülési tornák és mérkőzések várnak rájuk. A Fátum október 3-án nyitja a szezont, mégpedig rögtön az Európa Ligában. A bajnokságban pedig október közepétől bizonyíthatnak a röpis lányok.